Itt láthatjátok kilimben a vízesést, csak nagyon csúsztak a sziklák, ezért elég óvatosan kell mászkáljak itt, de megmutatom nektek, milyen szép itt lenni. Hú! Már tél van, november közepe, úgyhogy érezhetően itt is baromira hideg van, de azért eljöttünk egy kicsit megnézni ezt a csodálatos tájat. Remélem kamerán keresztül is átjön, mennyire szép. Az itteni illat olyan kellemes, mint amikor lenyírják éppen a füvet a kertbe, és jól elázik utána. Annak az egyvelege. Hú! De azért elég para itt mászkálni, mert tényleg tökre csúszik. Látjátok is, egy picikét havas a táj. És szerintem ezt most itt vágatlanban fogom nektek feltenni, hogy érezzétek, milyen jó érzés itt sétálni. Milyen érdekes hab. Azt a minden itt, de gyönyörű. Na most már picikét visszamegyek, kacok. És megnézzük itt még milyen placok vannak, mert az a helyzet, hogy körülbelül fél kilométerenként megállhatnánk, mert mindenhol találok valamilyen brutál természeti képződményt. Skócia szerintem valahol erről lehet híres. Hoppá, ide átugrunk. Szóval Kilimbe vagyunk, az a neve a városkának. Ez egy picike kis falu, és nagyon kedves, én bele is szerettem ezt így most elmondom. Itt vannak fönn a házak, és az egész falunak a közepét megmetszi ez a király kis folyó, és keresztül halad a kis városkán egy ilyen főút, amit itt balra fönt láthattok, arrafele, és a főút mellett megy ez a király patak. Csúrik ilyen sziklás vízesésekkel. Csak nagyon csúszik, komolyan mondom. Tegnap előtt voltam a hugommal fenn egy hegytetőn, ahol beleléptem egy patakba, olyan térdig merülhettem el, úgyhogy ma nem szeretnék ismét vizes lenni. Úgyhogy csak óvatosban nyomjuk az ügyet. Különben szerintem Magyarországon is rengeteg ilyen szép hely van. Biztos, hogy benne lehet találni ilyeneket. Hoppá. Annyira hangosan csobog a víz, a saját hangomat alig hallom. Nézzétek meg ezt a gyönyörű fát itt. Milyen helyen képes volt kinőni, de gyönyörű. Itt a beton, vagy a kőkockák között még ez a szép kis fa. Hú. Idefele úton rengeteg olyan nagy fát láttunk, ami gyökerestől ki volt dőlve, és állítólag itt annyira laza a talaj, mert hogy a körülöttünk lévő hegyekről lejön a víz, hogy kilazítja a talajt, és a szél pedig kidönti őket.
Majd, ha megállunk esetleg hazafele, megmutatom, ha nem, akkor nem, de... Nagyon durva. Kiskutyáim most otthon vannak, mert nekik már hideg van. Szerintem ők bele is rohannának itt a vízbe egyből. Ti ezt nem érzitek, mennyire para ezen szörfözni itt? Lényegében annyira csúszik. Tök jeges az egész. És nem is tudom, merre menjek. Talán ez jó lesz. És még ugrani se tudok nagyon. Hát igen, Skócia, csodálatos. Csodálatos. Na még egy picit leviszlek titeket ide a partra, meg megnézzük ott mi újság van. Aztán megyünk tovább. Ez mekkora gyönyörű, ez a hatalmas nagy kő. Ez a nagy szikla. Ez hogy került ide? Nagyon durva. Szerintem ezt a helyet meg is jegyzem videóklip forgatós helyszínnek. Én nem tudom, hogy kinek fogok itt forgatni, sajátot vagy nem sajátot, de az biztos, hogy valamit kell forgatni. Lehetőleg nyáron, amikor egy picit már jobb az idő. Na megnézzük, meddig tudok itt bemenni. Hú! Ha van rajtam két nadrág, három pulcsi, és egy kabát, de azért hú! Érzem a lehelletemet elég durván. Ezen a kis hídon jöttünk át. Tök hangulatos a falu, ezek a kis hidak vannak kirakva, és úgy tudnak az arcok oda-vissza közlekedni. Vajon oda a híd alá be tudok menni? Biztos, hogy szép lenne. Na de merre menjünk? Hús kacok! Van mondjuk, jártam már paráb helyeken is, de... ez gyönyörű! Ez gyönyörű! Na most szurkoljatok, hogy ne csúszak bele, ha mégis belecsúszok, akkor vágatlanul benne hagyom. Na és innen merre tovább? Csak megnézzük. Az a király viszont, hogy oké, hogy csúsznak a kövek, de elég stabilnak is tűnnek. Úgyhogy... Hoppá! Ezt figyeljétek, ez milyen érdekes. Ezt figyeljétek csak itt. Mik ezek a kis golyók itt benne? Ott is van egy. Ilyen kis üregek vannak itt végig. Nagyon aranyos. Na, ugorjunk egyet. Hoppá!
Na most lesz itt a para rész, mert ez itt ferde és baromi csúszós. Na, ha már itt vagyok, nyilván megkockáztatom. Ez az. Imádom az ilyen szép helyeket. Annyira megnyugtat. Valahogy ilyenkor elfelejtem a világ rohanását. Itt is egy üreg. Na, ezek hogy keletkezhettek? Talán mint a csöpkövek, hogy ott csöpögnek a dolgok. Na, lemenjünk ide, skacok. Ha beleesek a vízbe, akkor semmi felvételem lesz, de megpróbálok nem beleesni. Bazd meg, ez nagyon csúszik. Ez itt kibaszott csúszós. Valahogy megpróbálom másik oldalról megnézni az ügyet. Mert ennek itt a fala tök lejtős és annyira csúszós, hogy ezt most az inkább nem adom be. Mert még megyünk máshova is forgatni. És különben elmondom, hogy az első angol nyelvű dalomhoz keresek éppen videóklip helyszínt. Engedd meg című dalunknak a angol megfelelője lesz az első, amit elkészítünk. Úgyhogy már fordítgatom a szöveget, gyakorolgatom a dallamot, és az előbbi csináltunk is egy tesztfelvételt rá, na itt azért sokkal jobban el lehet menni. Úgyhogy nagyon jó lesz, remélem tetszeni fog majd nektek, hallgassátok meg, és akkor hát ez a dal lesz, úr, nézzétek ezt a sziklát. Ilyen királyom. Oh yeah! Na, itt most ismét elég meredek részhez érkeztünk, úgyhogy rezes gatya van ezerrel. Egy kis wellness-t nem szeretnék most beadni, de ezért, de még azért csak lenézünk. Nézzük meg, mi van itt a... de para! Annyira csúszik, srácok, azért vagyok csak én nyálgép, mert... Háttérbe hegyek, egy kis csörgedező patak, és... egy híd! Mi másra van még szükségünk? Hát semmire. Na, oda viszont most már nem fogok lemenni. Azt a mindenit, de gyönyörű! Oda se akarok menni innen. És a levegő. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem ezt a levegőt, komolyan. Na most ezen valahogy felküzdöm itt magam. Hoppá! Olyan jó giroszkópom van, hogy nem is látjátok, ahogy botladozok. Na, és akkor most lehet, hogy elugrunk még máshova, de szerintem ezt a kis itteni sétát vágatlanba felteszem nektek, hogy legyen ilyen felvételem is, ne csak mindig ilyen összevágott ügy. Hát remélem, hogy nagyon tetszett nektek. Ha valaki esetleg képben van is Skóciában, hogy milyen helyek vannak, akkor írja már meg nekem, mert szívesen elmennék még ilyen baba helyekre nézegetni a dolgokat. Hát ez igen. Na, köszönöm, hogy megnéztétek.
A jövőben várható még rengeteg sok ilyen kis kóciai kiruccanós kaland. Vigyázzatok magatokra és kiránduljatok sokat szép helyeken. Na puszi, csá!